December 11-én különböző foglalkozásokon, illetve előadásokon vehetnek részt a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói, ugyanis pályaorientációs napra készül az oktatási intézmény. A programma elsősorban a továbbtanulás előtt álló végzős diákoknak szeretnének segíteni. Minden évben megrendezzük ezt a pályaorientációs napot, ami azért is lényeges, mert közeleg a pályaválasztás a végzősök számára, de persze ez nem csak nekik szól. Megpróbálunk olyan lehetőségeket felvillantani a diákok előtt, ami talán könnyebbé teszi a pályaválasztást. A diákok maguk fogják eldönteni, kiválasztani, hogy milyen előadást hallgatnak meg, milyen foglalkozáson vesznek részt, hiszen 15-18 lehetőség közül választhatnak, kettőt kell majd kiválasztaniuk, amelyik leginkább érdekli őket, és meghallgatni annak a főként volt diákunknak az előadását, tájékoztatását, akik éppen egyetemen tanulnak, vagy éppen már végeztek, és már valahol dolgoznak, hiszen tőlük nyerhetnek elsősorban első kézből információt. A diákokkal megbeszélve jutottunk erre a következtetésre, hogy ez a leghatékonyabb. Tehát volt diákjainktól hallhatnak fontos információkat, és ha esetleg talán nekünk nem is annyira hiszik el, hogy mi kell a továbbtanuláshoz, a volt diákoknak valószínűleg jobban, tehát nyomatékosabb, hogyha ők mondják, hiszen éppen most vannak benne, most tanulnak egyetemen, vagy éppen elvégezték, és munkát találtak. Az eseményre néhány egyetemről is érkeznek előadók, akik bemutatják az adott intézmény képzési kínálatát. De a 7.-8.-osoknak is külön foglalkozásokat szervezünk. Ők még inkább ilyen önismereti, közösségépítő foglalkozáson vesznek részt, ami persze megalapozhatja a pályaválasztást. Nekik még nincsenek azért annyira konkrét elképzeléseik, hogy mit szeretnének majd, merre szeretnének tovább tanulni. De ez az iskola pszichológus által szervezett foglalkozás mindenképpen segítheti őket abban, hogy megismerjék saját képességeiket. December 11-én, szombaton, ezen a szombati munkanapon, ami nálunk tanítás nélküli munkanap lesz, délelőtti órákban szervezzük ezeket az előadásokat és foglalkozásokat.